Sziasztok, sziasztok! Köszöntök itt mindenkit! Szia Peti, szia Bulk, szia Sanci, Levi, Timi, hogy mint. Nagyon szépen köszi, elsegeztük az adást, de már most indult egy hype train. Haniket, nagyon szépen köszönöm neked a 10. hónapot, lassan-lassan meg lesz az egy év. Nelu, neked is a 8-at, nagyon szépen köszi tényleg, nagyon kedves tőled. Funky Smiley, a 3. hónapot, sziasztok! Sziasztok, kedves emberek, meg látom, hogy vannak itt új arcok is, őket is köszöntöm, például Timi, most itt belőször a chatre, szia neked is, meg Vitolló, nem, ha jól ejtem a neved. Szóval sziasztok, egy jó öreg fazmot fogunk tolni a Suleiman team-mel, elsőnek még csak Paul... Az a test. Elsőnek még csak Pola lesz itt, mert Csilla majd később érkezik szokás szerint, ha egyáltalán érkezik, ugye ezt mindig el kell mondani, mert ő lesz a meglepetés vendégünk, aki annyira nem is nagy meglepetés, de az, ha mondjuk, hogyha megérkezik időben, akkor az már egy meglepetés lesz. De sziasztok, szia Nettus, szia Bogi, örülök neki, hogy ismételten lállak titeket, és Preston, neked is, hát a jó öreg Preston, téged aztán ki nem hagynálak. Köszönöm szépen neked is a 17-et, meg Csik-Csik is, sziasztok, örülök neki, hogy ismételten. Ez most elég random, tudom, de megszokhattátok ettől a csapattól, hogy elég random időközönként jelentkezünk be. Most valahogy úgy rászántuk magunkat, hogy mégiscsak adjunk egy új esélyt a játéknak. Bár egyébként streamen kívül is játszottunk, vagy hát videóban játszottunk utoljára múltkor, és hát akkor még elég fura volt még mindig ez az új progression system. Tehát, hogy elvették a szintjeinket, meg a cuccainkat. Én továbbra sem igazán élem annyira, de ettől függetlenül a csapat az mindig jó, úgyhogy a gémek is mindig jók szoktak lenni. Na, én szerintem visszamegyek gyors sívásba, és akkor tolunk egy meccset, addig is, ameddig megérkezik a Chill. Na, szia! Azon nevetsz, hogy egy kis bolygóként így jöttél körbe körülöttem. Annyira vicces volt nézni a stream, hogy közben ott csak suhanok. Amúgy sziasztok! Na melyikkel kezdjünk meg? Hogyan kezdünk? Szedett közepesbe adjuk be először, vagy rögtön egy profi? Először közölnöm kell mindenkivel egy rossz hírt. Jajjaj. Veled is, Bence. Ajjaj. Szóval... nincs pénzem. Várj, hogy nincs pénzed? Múltkor nem 8000-ed volt? Múltkor 20000 volt, de most már lenullázódott nekem is. Te jó ég! Ugye? De ez semmi. Hogy lehetséges? Később érkezett meg hozzád az update-nak azon rész, hogy elvegye a pénzt? Úgy tűnik, hogy most ugye látom a táblát, meg megkaptam a jelvényt, de úgy volt vele, hogy jó, akkor cserébe, és úgy, nincs pénz. Hát ez nagyon érdekes, akkor amit múltkor játszottunk, hát azt is kitörölted. Hát ez az adóbevallás, meg ilyenek. A NAV most ért utol, igen, ez egy hosszú igen. Folyamat aztán. Úgyhogy sajnálom, neked mennyit van, Bence? Nekem jó, egész sok, 13000, amit persze, akik nézik azt adást, csak mindig leszoktak hurrogni, hogy lehetünk ennyire csövesek, de nekem az elég sok pénz, úgyhogy... Hát az rohadt sok, most neked kell venned, sajnálom mindent, meg. Szó szerint nulla van, sosem volt még ilyen. Jó, akkor tényleg menjünk egy közepest. Jó. És igazából... mivel fogalmam sincs, hogy kell még mindig hozzáadni a cuccokat a kocsihoz, ezért csak így nyomkodok egy kicsit itt a shopban, és akkor hát bízunk benne, hogy minden bekerül. Mondjuk, mit szoktál ezt nagyon szeretni? Állványt, ugye? Igen, az feltétlen szükséges. Hát videósok vagyunk állvány nélkül, hát mit csinálsz? Hát én például úgy csináltam az első ilyen vlog videómat, hogy könyvekből építettem tort. Én is úgy szoktam, és hát úgy csináltam, most már nem. Jaj, de jó. Akkor jó, akkor. Meg ilyen Sims CD-ket raktam egymásra. Júj, nekem is eszembe jutott az egyik nap, hogy régen voltak, tudod, ilyen óriási állvány, az állvány zatok arra, hogy csak a játékoknak a dobozait, a CD-s dobozait itt tárold, és hogy mennyire. Hát, hogy most már nincs egy háztartásban sem olyan, nem? Szerintem nincs. Nekem legalábbis nincs. Nekem sem, pedig régen volt, vagy 5 darab ilyen állvány, és akkor mint a könyvek úgy sorakoztak, csak a játék. Leginkább Sims volt benne, mert annyi DLC-je volt, hogy... Fú, rengeteg. Régi szép idők. Hát akkor egy
Edgefieldet nézzünk meg elsőnek. Jó, én készen állok a harcra, remélem lesz mindenünk. Hát én is. UV az termométer. Nem úgy, mint az előzőben, hogy így minden taskot nem tudtunk megcsinálni. Ja, figyelj, kitaláljuk a szellemet. Én már boldog vagyok. Jogos, jogos. Alright, we're here. Are you here? Hát, szegényes a felhozatal, de... Igen, egy kicsit más, mint régen. Kiöregettünk, úgy érzem. Ez kell, egy EMF, meg akkor... De figyelj, van két nyugtató. Az vigasztaljon. Az nyugtasson. Az majd jól lenyugtat. Na nézzük, akkor miket kell csinálni. Mondod, vagy mi? Mondom, akkor azt választanám, hogy mondom. Jó. Szóval csak annak válaszol, aki egyedül van, és ki kell füstölni, le kell fotózni, és át kell élni egy szellemeseményt. Amúgy mekkora mákunk van, hogy van pont egy kis cigink. Egy kis cigikáz, azért mindig kell, hogy legyen. Be is tudjuk gyújtani. Igen, szóval mindenből pont kell egy, és tökéletes. Na, és akkor keresem a kapcsolót valahol itt lent. Hát itt általában a szokásos helyen szokott lenni, nem? Akkor csak a szokásos. Itt a fekete tükör! Hát én ezt lefotózom. Hát lehet nincs kapcsoló, akkor megnézem fent valahol. Mióta szokott fent lenni? Ja, itt bent, nem? Hátul a kocsinál. Uh-huh. Ott van a kicsike. Na, és akkor... Keresik na már nyitogat, már zaklat minket. És hol hallottad, hogy zaklatott? Nem tudom, valahol a konyhába sertepertélt. Aha. Át kell nézni mindent alaposan. Jó, mosás nincs, pedig kéne. Elég szutykos itt minden. Mik ezek a törülközők szanaszét dobálva? Én befőtteknél hallottam egy kicsit pedig. De nem baj, rajta vagyunk az ügyön. Milyen jó gomba befőtt, most nézem, ebből olyan pörköltet lehetne csinálni, hagyjál. Nekem is azon akadt meg a szemem, hogy még el is dobtam mindent, és csak néztem a befőttet. Meg itt a kovászos uborka is. Nem lehet megfogni. Sajnos. Mint hogyha javult volna a textúráján. Vigyázz, benevert a fejed, van pont fölötted egy olyan. És áthajolsz a falon, itt így telibe egy hát. Hát úristen, hallod, mert szét vagy a radiátorban másik oldalt. Jaj, de jó. Vagy hát még mindig annyira ez a játék, ez a maga fos módján zseniális. Igen, olyan szar, hogy már jó. Na, akkor nézzük itt az emeletet. Amúgy tényleg a tükör nem mutatja meg, hol van a szobája, hogyha belenézünk? Ó, de. Csak valami félek ezektől az elátkozott dolgoktól, mert elvileg így... Igen, majd ha jön Csilla, majd... nyitott egyet. Hol? De várjál! Ez most egyszerre több interakció. Ezt az ajtót nyitotta, itt esetleg egy kis UV-t, hogyha van. Nekem nincs. Tudod, itt akkor legyen az, hogy hőmérőzölte? Új, itt megy le a hőfolyamat, várjál. De... hát... látod te is? Vagy nem? Hát picit megy, de... nem tudom... Ja, de nem olyan para. Nincs lihellet. Lihellet. Akkor ide ledobom, most hozok UV-t. Mert eléggé nyitogatós, úgyhogy lehetséges, hogy találunk lenyomatot. Itt most már elmúlt az EMF, ez csak egy kettes volt, szóval még... ez nem nyom. Ilyen enyhe jelzés, hogy ott lesz fönt, ott partizik. Biztos, hogy itt az emeleten van. Na nézzük. Lenyomat, nyitogas. Bekapcsolod a villanyokat? Aha. Vagy, ott kint nem. Hol vagy? Hello? Are you here? Or not? Nagyon szépen köszi közben, Viola, tudulak. Jaj, azt a rohadt, de megijedtem, hogy itt álltál mögöttem. Meg Trash Artist és Navitás is köszi. Sorry közben, hogy megijesztettelek. Én felrezzentem egy pillanatra, csak hát ezt nem lehet látni. Ez mi? Ez a leelletem. Most kezdett el menni a hőmérő a kezembe. Van itt padlás, nem lehet fölmenni?
Lehet, hogy ott bújkál, azt gondolod? Amúgy. Nézzük meg ezt a hőmérőt. Na, ez már 5 fok alatt van. De ez még nem mínusz. 5 fokat mutatott ez is. Meg kéne várni, hogy nyisson egy ajtót. Csukjunk be mindent, hát a kinyitja valamelyiket. És akkor megrázom és megnézem. Na, addig hozok meg még cuccokat. Jó, remélem nem csesz meg, amíg izé távol vagy. Hol az ajtó? Kedves Bence, az lenne a kérésem önfelé. A mai napon mi található meg az itallapon? Egy kis rozé, pálinka, bor, esetleg egy kis sörike? Az emberek mindig le akarnak minket itatni, azt így észrevettem. Egyébként szóba jött egyébként viccen kívül, hogy mert mind a kettőnek nagyon fájt a feje most még az adás előtt, és bevettünk egy fejfájás csillapítót. Na most arra még egy kicsit ráinni. Ó, hát most hány ember csinált ilyet, és még létezik? Mondjuk igen, lehet most még... nem meggyőzni De ez mindig ez van, hogy valahogy így az alkoholt promótáljuk, pedig rohadtul nem szeretnénk amúgy, am. Nem, csak valamiért nagyon szeretik az emberek, hogyha mókásan iszogatunk itt nekik. Na megkérdezem. Ja, egyedül egy embernek válaszol. Hát az nem jó. Várjál, nincs állványunk, Bence? De te, már azért megyek ki amúgy. Jó, hogy az... Én is kijövök egy kicsit, hát ha... Nézzük. Valamit még kell hozni, mondjuk... Na, hát, szuper ennyit. Amúgy, eddig nem ment le a szenitink olyan durván. Ez új dolog, hogy nem elektromos hőmérő van? Hát... Most már annyira nem új dolog, de mi még csak azóta egy párat játszottunk, szóval nekünk még viszonylag új. Ez egy instant trauma. Minden más, és idegesítő. Na, én akkor megkérdezem, hogyha te most nem vagy itt, hogy hogy van. Jó, lekapcsolod közül a villanyokat, hogy nézzem akkor, hogy van-e ghost orb, meg ilyenek. Ah, are you here? Give us a sign. Ó, ott vibrált a folyosó. Are you here? Ó, felvillant a szell, a piros kis szellemjel. Akkor ez, na most akkor, hogy szeretnénk egy kis segítséget kéne emberek, ez azt jelenti, hogy akkor beleszólt? Szerintem az az, hogy nem, tudod, mint régen a Snapchatnél, hogy X. Nem szólt bele. Oh. Gondolom én. Hát jó, akkor még beszélek vele. Are you here? Óvatosan, ne hallj meg. Ja, tényleg most már folyamatosan villog. Are you here? Amúgy semmi aktivitás nincs. How old are you? Give us a sign. Helye, hogy hívják? Jane? Jane. 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 Are you friendly? Are you here? Are you here? Are you here? Nem, még csak a piros szellemjelet se tolja be nekem. Szerintem, mivel nő megsértődött, ma a korát kérdezted, és nem illik. Úgy kettő nyitás is volt. Úgyhogy én hozok be... most hármas az aktivitás, csak mondom. Igen, hozok igen. Be matek füzetet. Mit hozzak még? Amúgy nem találtuk meg mindig egy csontot. Pedig mindig az szokott lenni az első. Úgyhogy én gyors csontvadászatra azért elindulok mindjárt. Érdekes, hogy lekapcsolt egy lámpát, és még ráadásul egy ajtót is nyitott, és egyiken sincsen lenyomat. Mi ez amúgy? Ja... Lefek a... Oh! Megint. De most levert valamit, nem? Nem tudom, szerintem ez ajtó volt. Nullánál van a hő. Nézd ezen. Azon ott. Valami van... Ez tényleg nulla. De valami itt... Ezen belül, a szobán belül, valami itt csinálgat. Szóval akkor fixen ott lesz? Szerintem fixen ez a folyosó. Itt van ugye a mínusz is. Jó! Elnézést kapcsolom, kérek. Kapcsolom. És nekem dobja azt az izé beszélőkép. Egyébként az az EMF-t én is mindig hozzá beszélek pedig. Ja? Tényleg úgy néz ki, mint a régi Spirit Box.
Gyere, mert félek egyedül. Köszi, köszi, Taki, nagyon rendes tőled is a 25. hónap. Csilla, hát Csilla úton van. Csilla úton van. Szokásos. Lefotózom azt a fekete tükröt. De én már lefotóztam. Akkor nem történt. Akkor nem történt semmi. Én a csontot keresem most, mert azt nem találtuk meg, igaz? Szóval ergo nem találtuk meg a szobáját? Nem, az független attól. Most már az független. Jaj, két kis kutya. Hú. Telefon. Csörög a telefon. Halló? Megjött a pizza. Még mindig nem minusz. Are you here? Oh, megvan a csont! Give us a sign. Na, jó, ma hol volt, meg milyen csont? Itt a folyosón, ebbe a szobába, és fogalmam sincs milyen csont volt, hogy nagyon vékony izé. Hármastán nem megy tovább az elme. Ez nagyon, nagyon nyitogat. Igen, de sehol nem hagy új lenyomatot, szóval én már majdnem ott vagyok, hogy szerintem ki is húzhatjuk akár az új lenyomatot. A mínusz is lenne szerintem már. Az sincsen. Vagy még körbe sétálok a hőmérővel, hát ha. Mondjuk bemegyek oda, ahol volt a csont. Azt sem tudom már, hol volt. De ez közepes, itt nem tud átvándorolni másik helyre? Hát, lehet, de nekem még egyszer se vándorolt át közepesen. Meg ahhoz általában ilyen hántok is kellettek régebben. Aha. Are you here? Semmi. Nem, itt már magas a hőmérséklet. Oké. Okay. Írjál a füzetbe, kérlek, szépen! Na jó, akkor ki kell mennem, és megnézem, hogy... Hát, ha van gömb, vagy ilyesmi. Nem firkált a füzet, vagy ez nem az? Én is azt néztem, de szerintem csak az, hogy annyira eres ez a füzet, vagy nem tudom, olyan... Eres! Hát... Edzett rá. Tényleg? Hol nyitogatsz, te kis? Nyitott? Valamit csapkod, nyitogat, amikor nem figyelünk, de múltkor is ez volt a problémánk. Vagy a kamerát odébb rakom, hát ha... Itt tényleg van valami, vagy nem, mégsem visszavontam. Mondjuk ide rakom, így. Oh, goddammit, yeah. Lekapcsolta a villanyt. Elve, hogy gyorsan megnézzük a tükröt, akkor nem lesz baj. Azt írják. Mi az, hogy gyorsan? Na, csak egy pillantást így vetünk rá, vagy... És tudom, nem használtam meg. Hú, hát ez meg olyan rossz minőség, hogy ez így... A első videókamerám jobb volt. És nincsen csak az az egy kamera? Igen, mert te raktad be. Na jó. Ez a te sarad. Akkor tudom, hogy megkukkantam egy kicsit a tükröt, hát ha lesz benne valami info. Ja, ez ilyen segítség, hogy hol keressük, nem? Hát... most vibrál, a fürdőszobában volt vibrálás, ha jól láttam a kamerán keresztül. Ezt itt eledobom. Szellemgömb, Bence! Na, végre az első nyom. Jéééé! Ott beont belementél, úgyhogy van. Júj, de rúg! Nice, de akkor... Remélem mindenki boldog. Egy kis ghost orb, meg itt ebbe... Hogy, mi az, hogy csak gyorsan belepillantok? Ez hogy? Nem tudom. Látom magamot! Ez a szellemnek a szemével keresztül láthatunk, mert akkor... Láttam egy kezet, saját kezemet láttam, de... Új! Itt van! Fönt a néni. Elment a folyosón. Kaszás néni. Csak hánt... Vagy... Csak Evan. Csak hánt nincs semmi baj. Vaj. Ötös! És a hőmérő? A hőmérő? Az nem mínusz. Jó, akkor ott lesz, ahol kerestük. Csak elő kellett hívogatni. Igen, volt egy erős hatos aktivitás. Are you here? Are you here? Még egyszer. Give us a sign. Hú, hát ott nagyon signol. Give us a sign.
Beleszólt! Ha... Igen, hogy gyere ki, mert 32-esen vagy, vagy bújj el. De miért azt mondta nekem, hogy szor? Mi? Ezt mondta bele a mikrofonba, ilyen nagyon torz, hogy szor! Akkor Spirit Box. Na várjál, Bence. Ez meg nem jó. Elmeföld. Hú, hát ez... Ez kellemetlen. Valami nem stimmel. Vagy de volt valami az orrban. Ez egy új szellem, úgy tűnik. Valószínűleg az orb, az... Na jó, megnézzük, akkor még egyszer megkerestünk. De tényleg ott van az orb! Ott van, azt mondom! Találtuk egy új szellemet, aki így kommunikál velünk, hogy szorv! De várj, beleszólt fixen? Fixen! Mindenki hallhatta! Akkor és ez... ötös volt az elmef is fixen? Igen! Azt is mindenki megerősítheti. De akkor miért így szellemünk? Akkor lehet, hogy ez a mimik. Amihez... Mimik, arra hagyjon meg tényleg. Lehet, mi kellhet neki még? Freeze? Nem, hát akkor nem tudom. Ja, nem, mimik ezt tud Ghost Orbot idézni, ugye? Vagy valami ilyesmi. Lehet ez a csaló. De nem, mert hogyha kivesszük a szellemgömböt, akkor sem ajánlja fel a mimiket. Valami nem stimmel. Az elmefet is, ha kivesszük, akkor se mutatja fel a mimiket. Akkor csak akkor... Szóval az nem lehet. Lehet, hogy nem az EMF. Lehet, hogy az EMF nem volt fix. Bár a hang alapján, meg amit láttam, hogy kilövelt, nekem a mutató, de tényleg én esküszöm, hogy egy EMF-ötön láttam. Én amikor... Itt írják is, hogy nem evidens a Ghost Orb a mimiknél. És hogy nem ment föl szerintük az EMF-ötig, csak 4. Akkor adjunk még esélyt. Jó, oké, akkor lejjebb veszem a... Én szerintem az a szellemgömb ott totális. Az fix, az fix. Hát akkor dodsz. Spirit Box is fix, nem? A srácok. Igen, fix. Válaszoltam a srácok helyett. Jó. Igen, fix, azt mondták. Jaj, kéne pirula vagy. Nem akarsz levenni nyugta? Igen. Ó, csak ez a kis nagyapám törköje van itt. Ez így is, van, ez is húzd jó. Le azt a pálest, jó az nekünk. Jó van. Akkor DOTS projektorunk nincs? Mi? Semmit nem adott hozzá az elmeállapotomhoz? De, figyelj már! Dics? De van, balatoni láz van, ez van. Te most megitted mint két nyugtatót. Igen, és még... És nem hagytál nekem. Nem, akkor, egy kortyot akkor sem. Egy kortyot sem. De fejében még van itt egy kortyesség. Kifistöljük, én akkor kifistölöm a szellemet, mit szólsz. Jó. Akkor én meg... Kifistöljük, és te meg tedd le a docit. Hát ezt nem nagyon lehet letenni, mert ezt kézbe kell használni. Világíts, nem tudom. Gyors füstölök. Megakadályoztunk már egy izét. Erígy innen, sátán! Nagyon rossz ez a balatoni gond... Jaj, jaj! Ez rajtad volt. Még tényleg nem hagytál egy pálinkában se? Most már... Mi? Hogy nőtt meg eddig a Sanity? Most ütött be a pálesz? Ja, azt hittem, hogy... Most ütött be! Azt hittem, hogy... Bocsi, megittam mind. Akkor hagyta... Azt hittem, hogy azonnal hat. Na, akkor... Pedig megtanulhattad volna az imászatok során, hogy nem rögtön üt be. Hát igen, igen. Ez most meglepett. Hallod, nem is volt izé task, hogy ki kell füstölni. Akkor ez mi? Ez a Firelight? Az a lényeg, hogy elfújjon egy gyertyát. Ja, tényleg. Ah, és le kell fotózni, és nem fotóztuk le, pedig ott volt a seggembe. Van nál még öngyújtóm? Van még gyufám, öngyújtóm nincs. Akkor az itt modern vár... technológia. Meghagyom neked ezt a gyertyát, ezt... Ja, ja. Csak mert nagyon szeretem nézni, amikor a gyertyát próbálod. Ja, begyújtani. Jó, milyen kedves barátom van nekem, jól van. El is felejtettem, hogy szereted, ha szenvedek. Oké, menjünk. De ha megcsesz miattad... Nem, most kihúztam nyála. Kihúztam nála a gyufát, mert bent dohányoztam, és úgy tűnik, hogy nem tetszett neki. Na figyelj, és tanulj. Na. Nézzük. Közben itt írom úgy melletted, de ne is zavarjon. Az almás Peter recept. Nem tudom meggyújtani, Bence.
Ez annyira jó, imádom. Ezért szeretem, amikor te gyújtod. Hogy a francba... Oh! És hogy kell ezt meggyújtani? Nem tudom, de ha meg lesz, lefotózom. Nem bírom. F-fel. De nem tudom. Várjál. Ott van! Sikerült, én 20-10-et. Writing, akkor ez egy mér. Köszönöm szépen, srácok, amúgy. Sanci, itt a Sanci. Szia, interaction, szépen. Bone, ghostwriting, legyen ez a kereszt. Akkor ez rainbow-t. Burnt. Volt, bocsánat. Na, jó van ez akkor. Na most akkor itt... Megtaláltunk mindent? Már csak el kell fújni a gyertyát, meg le kéne fotózni. Tényleg. Most fújt el a gyertyát. Még a szellem sem bírja nézni, hogy Paul lesz, mert inkább bír egy végrendeletet. Au! Tényleg ott irogatott. Köszi, Timi! Elfújta a gyertyát! Na és akkor most mi legyen? Most még szerint visszamenjünk? Istára kéne róla egy képet csinálni. Van itt még egy kamera, gyere menjünk akkor. Bence, te... Hát... Na, adjuk be. Te vész előre, a férfi, aki az elsőségképp. Majd elbújunk itt ebbe a kis... találtam itt egy kis penedéket. Én Patrik amúgy nem live-olok, csak Bence. Bocs, hogy nem baj, hogyha válaszolok. Jaj, dehogy is, nyugodtan, sőt. Ja, jó, oké. Sőt. Ja. Én úgyis mindig megkapom, hogy nem válaszolok eléggé, úgyhogy legalább te... Jó, akkor legalább valamelyikünk. Ez a kereszt még megvéd, vagy hozzak még egyet? Szerintem az már használatos. Szóval... Akkor hozok még egyet. Na, de viszont... Az a baj, mert volt két event, tehát ezt le kellett volna fotózni, most már Hunt jön. Várjál, hozom Jézust, nem lesz gond. Fiók, jövök, Bence. Jane nem fog bántani. Ide lett Jaj. Bom. Borogat. Jaj, de jó. Na és akkor most? Meg kéne kérnünk, hogy show yourself, meg ilyenek. Show yourself. Meg ilyenek. Please, meg ilyenek. Köszi Navitas és Bence nektek is a 9. hónapot megszületettek. Itt van valahol. Ez Hunt. Nem? Jaj. Megölt! Meg! Ne, Bence, ne! Lefotózom a hullád! Ne, beestél a szekrénybe! Ez csak Hunt! Hol vagyok? Jaj. Lefotózta? Le. De telibe a szekrénybe estél. Nem tudom, hogy látszott-e. Nem fogadta el a képet. Mi? Hát én vissza nem megyek, sajnálom. Hát akkor induljunk. Interakció volt, elvileg. De hogy ölheted? Amúgy az a vicces, hogy elkezdett hántolni, és mind a ketten szembefutottunk vele. Hát arra futottunk, amerre jött. Újságosan akartuk a képet, és ez volt a vesztünk, kritik voltunk. Igen. Yeah. Eltaláltuk azért. Te rip, Bence. Minusz 50%-ot levont. A béremből. Mondjuk még... Mondj még, már vonogat is? Hát, mert meghaltam, ugye. Ez Magyarországon ez alap amúgy, hogy az embernek a fizetésének a felét így is úgy is elveszik, szóval meg se lepődök. Ez így a normális. Meg se kapott. Nincs is. Hoppa. Nincs is fizetés. Milyen fizetésről beszélsz nektek olyanban? Na, én csak akkor... dolgozom. Mi hiányzott előzőleg? Most akkor ezt be tudom tenni. Na várjál. Igazából minden volt, csak kevés. Mármint, hogy mindenből egy volt köbből. Álványból is, kamerából is. Gyógyszerből volt kettő, amit bebúrtál. Te iszálkos állat. Ja, tényleg gyógyszerből legyen még. Az jó volt, az beütött. Ja, meg is haltál. Túl bátorra ittad magad, Bence. Az volt az én nagy hibám. 33-as. Most hány szintűek vagyunk én? Én? Vagyunk én. Ja, 19. Ó, no. Aha, én meg 4-es. 25. Hát...
Én azt mondom, hogy maradhatunk. Haladón voltunk eddig is? Haladón, igen, igen, menjünk a profira. Van, hülye. Most is meghaltunk, hogy tehet. Köszi, Sanci, láttam el múltkor is, de nem most megvagyunk, most szeretnénk ezzel a saját tempónkkal haladgatni. Nekem meg múltkor már volt szerencsém kipróbálni a Tier 3-as tuccokat, de hát még a Tier 1-eseket is alig ismerem, szóval most végigmegyünk ezen a vonalon. Sanci itt a Sugar Daddy? Most ő lett volna a Sugar Daddy, igen. De még annó ő volt nekünk a Sugar Daddy-nk. De most meg kell próbálnunk a saját lábunkon állni. Visszanézhető, igen, igen, majd vodra feltöltöm. Ja, igen, füstölő, Bence, csapassad be a füstölőt is. Füstölő? Azt hiszem, UV-ból is csak egy volt, videókamerából is tehetsz még egyet, hogyha állványból is lesz, mert nem baj, hogyha van kettő végül is. Tömjén, ja. Megtömted a tömjén, rendesen. Igen, Sanci, túl hamar felnőnek a gyerekek. Videókamera is megvan akkor. Na, és akkor? Úristen, amúgy hallod, Bence, tök sokan nézik. Ja, de jó, 400 alig. Igen, rég volt már. Szerinted Csilla megérkezik majd így a streamnek a végére. Majd kérlek, ne mondjuk el neki, ne mondjuk el, hogy streambe vagyunk, hanem itt... Ja, jó, oké. Tehát az lesz a lényeg. Csak ha elkezd valami olyat mondani, amit nem szokott tudni, akkor gyorsan mondjuk neki, hogy amúgy adásban vagyunk. Há, Csilla nyitott könyve, hogy fogalmazott. Na, ready. Akkor ja, tényleg nem figyeltem, normál vagy haladó, vagy profi. Fú, szerinted a nézők hogy érzik, milyen szinten vagyunk most? Hát milyen szinten vagyunk? Srácok, milyen szinten vagyunk? Érdekel a véleményetek. Tikihez beszéltek, jaj, kell a Csilla megint megszólalna. Profi! Na, Zalán, köszönöm. Rémálom, hallod? Normális? Hát egy Nightmare-t amúgy lehet, hogy igazok van az. Hogyne? Majd ha jön a Csilla, akkor. Na jó, én a profit többet látom, úgyhogy... Igen, én is. Menjünk egy professzionálisra. És most hova megyünk? Szarcuccok, de professzionális nehézség. És Riverwood Richards. Így van. Na. Pont elém állt, amikor le akartam venni a lámpát. Azt mondja. El kell szabadulni egy üldözés elől, meg kell tisztítani a... hát ezzel a füstölménnyel, aztán végül... Ja, igen, és aztán pedig át kell szaladni a füstölővel rajta. Na, easy peasy. És itt van Csillának is a lámpája, de ő nincs itt velünk. Neki csak a lámpáját csomagoltam be az útra. Nem baj, jó lesz az még. Na. Esik a hó. Te érdekes, 5 fok van. Esik a hó, térték ér már. Jaj ne, megint karácsonyi hangulatom lesz, pedig most volt. Jaj. Hol van I'm olyan? Here. Itt szerintem lent lesz. A pincébe. Lemegyek, jó? Jó, hát itt a garázsban nincs, szóval biztos, hogy ott van. Gyorsan felkapcsoló. Júj, itt a kör közepén állok. Na, mi az? Ja, ezt most már meg lehet úgy csinálni, képzeld, hogy legyen egy 3-as csillagos fotó azt rólam. Azt hogy? Oké, fel van kapcsolva. És előbb, mint hogyha a leheletet láttam, de lehet, hogy csak behalusztam. Sok sikert Csik-Csik hozzá, meg szia Valde, és Frank, nagyon szépen köszi az ajándékszobot. Kétszer is. Úristen, egy koponya van a konyhában. De romantikus. Na várjál, lefotózom a... kört. Ugye valamiért már. Mindig itt fent van az emeleten. Te már voltál fent? Hát most még nem. Érdekes, itt égett a lámpa, akkor ez felkapcsolt egy lámpát. 3-as itt az MF. Én voltam. Boci-boci tarkázok, várjatok. Itt már csak 5 fok. Sőt, menj még lejjebb.
Így is lett a szobája. Hol a szobája? Bocsi, elkésség. Milyen szép. Fent az emeleten, és hát így az első szoba balra. De nincs itt sem mínusz. Jövök. Valószínűleg nem is lesz, hideg van. Basta. Hol van? Nem tudom. De ez jól nézett ki nagyon. Pedig le akartam fotózni. Lehet, hogy a folyosó végén? Ez a szoba, ez biztos. Na most, na jó, mégsem, mert most lehet, hogy rotált egy szobát, vagy mi? De esküszöm, most ez olyan, mintha átvertelek volna, de eddig itt mínusz volt, és most... Már megszoktam. Még a lehelletemet is láttam, most nem látom. Itt levert egy képet amúgy a folyosón. Hello? Hát nem mínusz. Nyitok egy csapot, hát ha bepiszkítja nekünk. Elátkozott tárgyat még nem találtunk, igaz? Ezt még nem. Na jó, hozok fel cuccokat még ide az emeletre. Igen, kamera kéne, meg ilyenek. Ide a folyosóra én tennék egy kamerát, azt mondom neked. Papinál megkaptad a szobot? Fú, még nem néztem, de figyelj csak, mindjárt megnézem az emótokat, és akkor onnan... Akkor nem biztos ki tudom találni. Amúgy milyen erős aktivitás volt ez a 8-as. Na, hozok egy állványt. Hű, nem látom itt az emótjaim között, Valde. Na én is akkor még, mi kell? Kereszt, meg ezt is hozom. Meg majd füstölni kell, úgyhogy majd azt is hozok, csak ezt lerakom az állványt. Te hozol állványt, vagy csak egy volt megint? Csak egy, én állványból spórolok. Azt veszem észre. Tudom, ez egy ilyen... Berakom ide a folyosóra. Hát... Ez mi volt? Hallottam én is. Ez egy kölyök nevetés volt. De ilyet tudnak? Ez új, ilyet még nem hallottam. Én se. És nem tetszett, és pont akkor lépett be Csillana. Igen, én is azt hittem, hogy először Csillának a hangját hallom, de aztán rájöttem, hogy egy... Na, ott volt lehellet. Megint. Hallod, ott volt lehellet. Hol nyitott? Ezt az ajtót megint, és hármasra. Van UV, van UV. Kirohanok egy UV-re. Most nyithatsz a kisgyerekkel? Ha persze, én nem. Kösz, nem szarozol, látom. Ez nem tudom, ez mi? Most kicsit meg vagyok ám illetődve, bevallom, most ez... Igen, nekem ez most új. Na ez az első paranormális dolog, amit... Mert úgy hozzászoktam a szellemekhez, hogy... Igen, már nem félek, de ez most egy kicsit így... Várjál, lerakom a fényképezőt és hozok kizét cigit, hogy akkor füstöljünk. Tisztítsd meg a szellem közé területet füstölővel. Lekapcsolod a folyosón a villanyt. Mm-hmm. És akkor megnézem addig a kamerán, van-e valami. Hol a hőmérő? Itt volt egy hőmérő bent. Ja, itt kivittem. Jó, mindjárt tessék. De teszek le egy másik kamerát ide bentre a szobába. Jó. Nem tudom, nagyon rakoncátlankodott ott a folyosó végén, de mindig mikor oda mentünk, akkor a másik szobában. Lehet ez egy ikrek. Egyszerre több helyen szórakoznak velünk. Itt lesz bent ebben a szobában. Ezt a szobát nézd amúgy. Kapcsolj egy másik kamerát, hoztam egy másikat, és ezt nézd meg. Oké, nézem. Ez mi a bánatos heregolyom? Melyik? Hol? Mi? Ja, csak most csak téged látlak, és a tiédet tudom. ez tényleg a bánatos heregolyom volt. Megugoltam a kamerát. Várjál. Jó, hát nem. Jó, tessék ki, mondjuk, csinálta a dolgot. Csinálta a dolgot. Én elintézem a dolgomat.
Sophie, nagyon szépen köszi közben neked is. Én benne nem látok semmit. De miből gondolod, hogy az a szoba lesz amúgy? Hát mert ott van a legkisebb hőmérséklet, és ott látom a lihelletet. És te kapcsoltad fel folyosón a villanyt? Én voltam. Akkor kapcsolod le, de nagyon tüstént. Így van. Dada lesz. Na megint fullon vagytok. Igen, mert játszom. Öt! Jaj, szia Csilla. Ötös elmef. Jó reggelt! Ötös az elmef? Vagy mi? Ötös. Vagy mi? Igen, ötös. Jó. Jó. Akkor jövök, cigizek, várjál. Jaj, de kezdődik, hogy rákoncentrálok, és ilyen akaratlan dolgok jönnek ki belőlem. Igen. Are you here? Szokásos. Mindjárt nem lesz ott, úgy rágyújtok. Júj. Ez durva lesz. Ez egy erős cucc lesz, így figyelsz. Nagyon öt. Rendben, kifüstöltem. Are you here? Give us a sign. Én gondolkozom, mi kell még. Give us a sign. Maisie. Én jaj, a kis Maisie. Hogy van-e lenyomat. Mi a helyzet a Maisie-vel? Növeszte a téli bundát, ezen felül semmi változás. Na, ja, akkor most gondolom még fluffy-b. Igen, nagyon fluffy. Kis fluffy boy. Milyen boy? Girl, sorry. Nem találok új lenyomatot. Are you here? Give us a sign. Hoppá, megfogtam a Jézust. Nulla alá. Már hiányzik a fazmó. How old are you? Befejezzük és mehet a menet. How old are you? Ilyet nem írjuk kérdezni. Hát mondjuk néha nem árt. Néha nem árt. Mondjuk egy randin. Ilyen... Na mindegy. Jutottak ezt. Értem, hogy mire gondoltál. Nem mondok semmit. Jutottak eszembe videósok, akik azóta már börtönben vannak. Ki? Senki. Na, kapcsold le, Bence, ott a villanyt. Köszi. Én csak olyat tudok, akinek kéne. Jó, mondjuk lehet azóta, lehet tényleg nincsenek, csak kéne. Are you here? Give us a sign. Jó, ez semmi. Én nem vagyok hajlandó ezzel tovább beszélni. Nagyon szar hangja van ennek a... Billy. Gaston. Vagy Gaton. Vagy mi? Billy Gaton a neve. Mondd ki, hát ha úgy válaszol. Szerintem ez nem hagy új lenyomatot. Nem, én már körbejártam egy táncot. Durván erős az EMF. Balatoni láz van nálam? Jaj, tényleg a balatoni lázra megfeledkeztem. Abból még kéne. Fotó. Fotó is van bent, igaz? Nagyon aktív, azt tudjuk. Ennyit tudunk róla. Akkor elvéletileg volt ötös szintű EMF. Hozok be egy balatoni lázt akkor, és megnézzük. Ennek valami köze lesz a Balatonhoz. Annyira rossz, hogy ez lett az új frissítés a balatoni láz, mert így nagyon nehezen lehet megtalálni benne. Szerintem eddig egyszer se volt ott, amióta ez van. Hát jó, viszont a Tier 3-as változata az meg ilyen nagyon OP, tehát ott meg mindenfelé sugároz magából pöttyöket. De tényleg ezzel a Tier 1-essel, én nem tudom, egyszer se láttam, hogy még ezen átszaladt volna. És most ezt le kéne tennem, vagy kézbe kell tartani? Hát elvileg az F-fel le tudod igen tenni, és... Jaj, de akad. Nagyon durva, ez folyamatosan végig EMF-öt. Érjen nekünk kérlek szépen a füzetbe. Mondd el, mi fáj? Ír a füzetbe, aztán beajtja a kis sarkát. Ezt ne nyisd ki.
Are you here? Give us a sign. Ja igen, elátkozott táj volt. Semmi. Hozok még egy balatoni láztán, nem tudom. Egy sót is talán. Ja, amúgy nem rossz ötlet, az plusz pénz, nem? Ha lefotózzuk. Közben megnézem a lászt. Ha megint fel van kapcsolva a villany. Akkor bemegyek és lekapcsolom. De papis már kullog is el. Köszi Valde, megint csak nagyon, nagyon kedves tőled. Jaj. Na. Ide is. Villany Leo. Ja, tényleg villany. Ez egyetlen küldetésem. Még éltek? Élünk még, csoda folytán. Még élünk. Oh. Oh. Hát, basszus Bencit, semmi nincs. Komolyan. Szerintem ez játszadozik velünk. Manipulál minket az osztály. Are you here? Amúgy ahhoz képest tényleg elindultuk profin, még meg si jelent. De igen. Are you here? Egyszer jelent meg, tudod, ilyen piros volt a fény, meg ilyenek. Give us a sign. Show yourself. Show yourself. Jó, leszalom. Látsz a docon valamit? Nem, semmit. De hát, ha a Billit mondod állandóan, talán kicsit az a neve végül is. Billy. Gayton, vagy mi volt? Billy Gayton. Szomlódik a három Early Access videók lesznek, már van ahhoz Early Access. Most mi ez a hang a háttérben? Mi szerintem Csilla nem tudja, hogy live-olunk. Nem tudom. Csilla híradód nézel, hogy... Hogy mi van? Micsoda? Hú, Pence! Kapás van! 10! Tudom! Remélem elbújtál. Igen, ez egy hunt. Berakok egy csomó Pikachu-t, srácok, és akkor tudjátok, hogy az vagyok én. Csak nem akarom, hogy a modik dühösek legyenek, hogy állandóan ez a kérdés. Elment, Polla? Nyom, 4-es az aktivitás mérő. Nem hiszem, és nem minden indult, nem ebből a szobából. Azt mondom, hogy szerintem minket teljesen átvett. Baszki, na jó, menjünk. Lehet csak, na jó, még egyszer megnézem a... Na, mit nézzek meg? Semmi. Azt mondom, hogy lehet, hogy a folyosó végén lesz valamelyikbe. Most teljesen máshol indult, most a fenti fürdőből. Bence, gyere ki, mert 10-es a százalék. Na jó. Vegyél be egy nagypapa pálest. Vagy én nem tudom. A szellem el tudja hagyni a szobáját, anélkül, hogy megváltoztatná azt, és máshonnan tud hántot indítani. Akkor még lehet, hogy jó szobában vagyunk. Na mindegy. Amúgy igen. Hát ez a legnagyobb esély eddig, ez volt egy gyanús, meg a folyosó. Ez a kettő volt nekem fura. Mert fölt, mondjuk kiúszhatjuk a... ennyi új lenyomatot már hagyott volna, akkor azt kihúzom. Ja, biztos nincs, szerintem se. Még nem látom, hol van az új lenyomat. Hát ez az, hogy sehol. Mi? Tényleg nem? Hol? Writing? Orb? Ultra Ibolya. Ja, az az UV, tényleg. Oké. Okay. És... Spirit Boxot is kihúzom, mint nagy kegyesen. Egyedül... Hát, na szóval, egyedül csak elmefőt volt, igaz? Kosztorbat is kihúzom. Mindent kihúzok. Toccot is kihúzom. Shade! Meg van fejtve. Van erre esély? Freezing? Az se volt. Na jó, nem, akkor nem. Akkor Spirit! Lehet... Nem tudom. Legyen Oni! Az Oni az felkapcsolta a lámpát az elején. És az Oni az nem valami ilyesmi, hogy kapcsolgatja néha a lámpát fel?
Várjál, mindjárt utána nézek. Oni. Erőssége. Oni aktívabb, ha emberek körül van, illetve gyorsabban csökkent a józanságot, mikor testet ölt. Oni ritkában tűnik el vadászat közben. Elme, föld, fagyos, hő és dosz projektor. Hát ezek közül... Az ötös elme volt csak. Fagyos hő nem volt, mert nullánál megállt. Legalábbis én azt láttam, mikor hát néztem. Hát igen, igen, az még a legvégén is rápillantottam, és... És nem volt. Mi lehet még? Mert elég aktív volt, a spirit volt még nagyon aktív, nem? Hát... Ja. Nem. Nem hiszem. Jó, én azt mondom, tippeljünk be egyet, menjünk Csilláért, mert kell a következő expedícióhoz. Gyakran ölt fizikai formát, hogy őrizze a halálozási helyét az Oni. Imádja a lehető legjobban megijeszteni az áldozatát, mielőtt támadna. Most akkor melyik legyen? Legyen az Oni! Jaj, de megijedtem. Miért van $0? Mert a múltkor már volt, most megint előről kezdődött? Kemis, no money. Érdekes, hogy nektek később jött meg az update-nak egy bizonyos része, ez nagyon fura, hogy Pollánál is meg tudtunk szerintem múltkor játszani. Szerintem azért, mert hogy gyakornokok voltunk múltkor, és nem léptünk szintet, és gondolom, hogy szintet léptünk. És amint szintet léptetek, lenullázta a pénzeteket, ez a jutalom. Na jó, betippeltem az Onit, menjünk. Jó, legyen Oncsi. Oncsi. És ugyanazt kell majd beírnom, ugyanazt a private game-et? Azt. Köszi Marci, nagyon kedves tőled is a harmadik hónap. Lidért! Hát hogy? Csak egy centire voltunk tőle. Kik ezek a kínaiak a háttérben? Kik ez a hangsilla? Ja, az Ádám nem volt hajlandó, nem kihangosított a kutyányos meg. Ja, az Ádám, bocsánat. Azt hittem, hogy nem magyar hangokat hall. Most kinyitják az ajtót. Légy szíves, ne nyisd ki! Misza! Kis Misza. Kinyitja és visszajön, érted? Nem megy ki. Kinyitja csak azért, hogy behallatszódjon, hogy kint beszél. Ez egy tipik macska amúgy. Egy kis köcsög. Na. Welcome back, Chill. Annyira jó a karakterek. Miért érted meg azt? Imádom. Annyira hiányzott a karakter ennek a kinézete. Milyen a karakterem? Hát Csillás. Kész. Úgy néz ki, mint Mónika, és rendetően szarul néz ki otthon. Jaj, ez a... Most eszembe jutott az a balatoni kép Csilláról. Nem. Please don't. Miért van $0? Végre megint feltornáztam magam valahanyadik szintre, erre megint mindenem lenullázódott. Kezdjük kicsit most már tököm ki lenni. Egyes szintű vagy. Mi volt ez a röfögé? Na végre valahára, meg lett az egyes szint, amihez játszani se kell, és még le is nullázott. Hát jó. Na, ready? Aztán... Ígyunk egyet. Ó, tényleg. Eks. Eks. Mit isztok? Gyógyszert? Jó, egy kis szívmelengetőt. Azt kéne a lelkemnek. Nekem is. Polla, valami van? Vagy miért nem ready? Jól vagy, mit úgy kérdezte. Tudom, olyan volt, mint a fater, aki hátra szól a kocsiba. Még... Ja, tényleg. Várjátok, én megint mikrófokat. Hirtelen így leteremti ok nélkül a gyereket. Ver a pasi otthon, hogy baj van, hogy küldj jelet. Jaj. Give me a sign. Na már megint alkohol, hát ha még lenne. Már csak a pia hiányzik. Na, kezdődik újra. Nem igaz, hogy nem töltök be, mindegy, küldtem valamit a csopiba. Jó, addig megnézem.
Vagy csak nem. A, csak a Witcherhez értőknek vicces. Hát ezt az akkor a baj. Igen, akkor nem értjük. Nem tudhatja, nem néztétek a Witcher-t. Nem. Hát én elkezdtem annó, de nem néztem végig. Jó, egyébként nem kell nagyon sokat tudni hozzá, legalább egy két rész. Ja. Amennyi akkor ideig betölt neked a játék, az időt ki is tudom játszani a Witcher-t. Pika. Na, akkor hozom a lila lámpámat, amit szoktam. Én hozok fényképezőt, hogy megörökítsem csodálatos pillanatainkat. Na és akkor hozom a Walkman-t. Ez melyik? Ja, Spirit Box. Barbara Taylorral van dolgunk. Nem tudjuk, hogy kinek válaszol, szóval majd kiderül. Csapatod átlagos józansági szintje esen 25% alá, érzékelj paranormális hangot a parabolikus mikrofonnal, az van, nálunk jól van. Van. És ijeszd el a szellemet füstölő segítségével, miközben vadászik valakire a csapatból. Merjem, mivel is tudok? De nem a... Most miért nem a altal? Mindig az altal szoktam beszélni. Are you here? Na, ezt keressük meg, hogy hol van egyetlen a szobája. Jó van, na. De amúgy tényleg csinál, mindig ezzel kezdi. Belépünk a házba. Mert mindent elvisztek, ami értékes. Elképzelném, hogy valószínűleg berúgja az ajtót. Hol vagy? Na de várjál, hol van? Itt egy iPhone. Options. Audio. Push to talk. Jó, de hol van a push to control? Amúgy nem hoztam hőmérőt. Van még kint, vagy elvettétek? Nem tudom, már nem számolom. Jó. Nem tudom már, nem tudom. Alt az új. Alt az új V. Van nálad hőmérő, Bence? Are you here? Van. Akkor valamit adsz, mert nálam csak egy fényképező van. Tessék! Köszönöm! Meg ne erőltessük magunkat. Are you here? Na most nem kaptam egy piros. Nem volt kint semmi már. Itt egy csont! Jó, kivő! Itt a csont! Oh yeah! Dr. Jones, ez egy lábszárcsont. Jaj, Bence! Éj jó, what's up, bro? Éj jó. Éj jó. Are you here? Apa, itt van, itt gurul. Ó, itt gurul egy domestos. Kicsoda? A WC-ben egy domestos, vagy valami ilyesmi. Igen. Are you here? De nem megy le a hő. Jó, itt én nemleges választ kapok mindenhol, szóval... Érted, megkérdezem, itt vagy, és azt mondja, hogy nem? Nem vagyok. Akkor itt a nyuszi. Ott lehet a fürdőben? Uh-huh. Hát... Megnézem. Nagy esély van rá, mert nézd, itt gurul le. Csablabja! Are you here? Itt is nemet kapok, de várjál, megnézem a új nyomatokat. Úgy telehányt a mosdót, hogy az hű-hű teljesítmény. Jó volt az estenek is. Ez biztos, egy lithium night után. Jaj, de sajnáltam, hogy arra múltkor nem tudtam menni. Eddig jó volt. Jó volt. De majd a Budapest Parkba. Ez nagyon sokára lesz. Hát az még tényleg sokára. Itt megy le a Budiba a hőmérséklet, amúgy. Hőmérséklet. Séglet. Éklet. De még nem ment nulla alá. Can you hear me? Amíg gondoltuk bele, szegény szerint próbálnak a kilvék füzetet dobálunk ide neki, meg kamerát rakunk be. Ott van, beleszart a csapba, vagy hát dirty water. Azt vagy. Lefotóztam, ja. Igen. Oh. Azt mondom, hogy ez egy kevő. Ó. Na, akkor kapcsoljatok egy lámpát, provokáljuk még. Can you hear me? És erre tudszor azt hittem, hogy egy ilyen lila rúd. Are you fat? Ajaj, csilla. Átlépsz egy határt. Gondoltam, hogy valami olyat kérdezek, amit a... mérges lesz. Are you friendly? Hát végül is nő, úgyhogy bármitől mérges lehet. És akkor én vagyok lecsessze. Nem volt korrekt, mondtatok ezt. Én miért nem tudok ugrani? Hát mert nem lehet ebben a játékban ugrani. Ja.
Jó reggelt. Teljesen úgy rémlett, hogy így legalább ilyen mini helyekre föl lehetett menni. Nem, sajnos nem. Szóval volt, hogy akkor a Dave the Diver-ben azt mondta a Csilla, hogy meghalt az éhségben, de nem is lehet enni a játékban. De az valójában az haltam meg az éhségben. Hát jó, csak nem tudtuk. Állandóan éhes lettem a sushi-tól. Úgy szeretnék sushizni. Te is ezt kukkoltad? Nem igen, volt semmi? Igen, semmi. De nem akkor tudom vissza. Akkor balatoni lászt. Meg keresztelt, meg akkor legyen ez a hanglokátor, ami mint egy lézerfegyver. Igen, azzal kéne keresni valamit. Pika, 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 csú. Csú. Köszi szépen, Szuzuma, neked is a 12. hónapot meglett az egy év. Jó. Mind a kettő, nem mondjátok ki. Budira rakom, én azt mondom nektek. Jó, így nagyon jó lesz. Ez mi a jó halálnyilám? Can you hear me? Azt behoztam, az a macskának a törlőkendője, vagy valami. Ja, valami akkor ilyesmi. Bedobom a kádba. Hogy van a hőmérséklet? Semmit nem találok a spirit boxéval, szóval körbenézek a... Hát, szerintem fagyos hő nem lesz. Körülnézek az ultlajos lámpával. Elátkozott tárgyat találtunk már? Ó, tényleg, azt még nem. Itt általában a zenedoboz szokott lenni. Azt tudom. Vagy a vudu baba. Azt elindítod és meghalsz. Ja, igen. Itt is próbálnám meg Csilla, emelet, hogy... Van itt emelet? Nincs, de hát ha itt, hogyha bemész, és úgy beszélsz igen. Vele, akkor hát ha valamit sem, be is csukom el az ajtót. Van szellemgömb a fürdőben. Are you my friend? Akkor azt beírjuk. És amúgy Barbara, igen. Barbara, are you here? Én láttam, mint hogyha valamilyen... Nem tudom... Na mindegy, biztos nem jól láttam. És are you here? Pola mit ír kint, hogy mindenkinek válaszol, vagy egyedül egy embernek kellene házba? Azt, hogy nem tudjuk. Ja, jó. Úgyhogy most teszteljük. Is your room? Is this your bathroom? Nem, nappalim. Do you live here? De most eddig kaptam nemleges választ, most semmit se kapok. Lehet azért, mert Bence is ott van bent vele? Várjál, lekapcsolom a lámpámat. Ja, meg kimegyek a házba. Ja, hát... Do you like me? Are you friendly? Ó, kaptam egy nemleges választ. Na, de megint van valami izé... Egy ilyen füst csóva megjelenik. Az a lihellet. Az a lihellet. Ó, ez a lihellet. Az mit jelent? Hát, hogy hideg van. Hideg van. Are you cold? De nem kapok választ. Can you hear me? Give me a sign. Barbara, please. Beszélj a barátnőmhöz, mondom, megyek. Barbara, for real. Csak lihellet van, más nincs. Mondd meg neki, van egy kis pletykád, hát előjön. Barbara, I have gossip. Build a tea. Viszek neki sót. Ja, lehet, hogy sótlan az asszony, meg kéne sózni kicsit. De mintha mozgott volna a dolc. Nem találom, se kártya, se semmi nincs itt, pedig csak aranyos képek macskáról. Fagyos hő amúgy szerintem az biztos nincs, mert... azt akkor elvisszük. De hogy fagyos hő nem volt, mert nulla alá nem ment. Amit letettem, belelépett. Szóval azt... Akkor itt van. Akkor azt egyszerűen... kihúthatjuk a fagyos hőt szerintem. Are you nem? Here? Jó, hát nem válaszol semmit. Húzzuk ki a fagyos hőt, de hol van a lázmérő? Szerintem kiúszhatjuk a izét is. Parabolikussal még körbejárok, mert azért nézd meg, rázd meg a jobb klikkel, és nézd meg, hogy ott hagyja a lábnyomait. Mit rázzak meg? Jobb klikkel, most jobb klikkel jegyet. A rudat? Oké. Okay. Jé, és azzal mi történik? Hát most egy kicsit előre kapott, de nézzük meg, hogy itt nem hagyott lábnyomokat, vagy ilyesmi? Itt van egy lábnyom bent. Hát egy. Igen, de érdekes mondom, nem láttam a... A többit. Nem kéznyomokat keresünk? Hát, te lámnyomot is.
körbejárok parabolikussal, hát ha. Én is azt csinálom, de ez annyira szar, ez semmi jelet nem ad magából. Nem tudom, hogy... Mi kéne, hogy változzon rajta? Nem tudom, lehet, hogy a gomb, ami ott világít... Uh-huh. Az talán zöld lesz esetleg... Na, most lehet, megfogta, megfogta. Gyere Csilla, nézzük meg a... Hagyott-e új lenyomatot itt ezen az ajtón. Nye, de valami kattog. Az EMF, de csak hármas. Nincs lenyomat. Várj, most beszélek vele még egyszer. Can you hear me? Már azelőtt válaszolt nemmel, hogy feltettem a kérdést. Are you here? Ja, lehet is, nekem nyomnom kell folyamatosan a cuccot, nem? Hogy tudjon válaszolni. Igen. Are you here? Are you not here? Ó, ez egy örömteli felismerés. Szépen még egy balatoni lászt. Ez most Hántól? Ez még mindig nem tudom, honnan tudjuk, hogy Hántól vagy. Itt volt. Event. Hát picit más, de... Itt volt, de szerintem valóban, én is, de nem tudtam lefotózni, mert nem látszott. Megjelent, de nem látszódott. Are you here? Are you friendly? Megnyitotta a csapot. Annyira barátságos, hogy megnyitotta a csapot. 4-es az EMF rajta. Nem tudom, hogy a paralogolikus sikerült-e már. Amikor megjelent, akkor is az volt a kezembe. Most fürdik? Uh-huh. A hőmérő akkor végül is biztos, hogy nem mínusz 5. Hol a hőmérő? Fölveszem. Ledobom már. Ott van. Mínusz. Na. Mínusz 5. Freezing, Ghost Orb. Egyelőre ez van. Ghost Orbot hol láttuk? Hát a kamerán keresztül volt. De most be is, ki is megyek, megnézem újra a dolgokat. Szerintem a Spirit Boxot azt kiúszhatjuk, mert az semmilyen formában nem volt. Na, a parabolikus amúgy sikerült, elkaptuk. Na, szuper. Illetve az UV-t is kihúzom, mert mindenhol néztem és nem hagyott UV-t, szóval maradt a Revenant meg a Yuri. Yuri! Yuri, Hantu, meg Revenant. Nézzük meg még egyszer ezt az ajtót. Az UV van. Hát, ha most megfogtam. Rázd meg. Úgy ráztad meg, hogy az egész karaktered. Arcom. Rázd meg. Nem tudom, hogy kell rázni. Jobb klik. Nekem is kell rázni. Egyszerű. Ilyet csináltad. És pont nagyon vicces a kamerában nézni, hogy rázzátok. 4-es. Az EMF 4-esig akadt ki csak? Csak. Egyszer csak lesz egyetos is. Lehet ez egy. Na, szóval, basszus már! Szóval, Bence, mit lehet, szeretném hogy mondani? Ez egy doc, amit még nézni kell. Én nézem folyamatosan a lehetet. De várj, EMF nem lehet, mert hogyha nem volt ugye UV és nem volt Spirit Box, akkor semmi nem maradna, tehát az EMF is kihúzható. Jó, EMF... Vagy DOTS, vagy Ghostwriting. Akkor kérjétek meg, hogy írjon a füzetbe valamit. De hát nem kommunikál. Mit fogott meg? Talán ezt az ajtót? Valamit megfogott. Write in the füzet. Talán tud inglisül. Write in the notebook. Melyik volt az? Are you here? Nem. Ez. Here I am. Egyszerűen fogalmam sincs. Hát ez felháborító. Hogy kispurizott? Ez... Ne! Megöl! Egy kisgyerek a földön! Hogy mi? Ezért kellett volna megkérdezni, hogy hány éves. Fotózz le! Jézusom, hogy néz ki a Bence? Lefotóztad?
Ott a kamerám a lábamnál. Ez csak egy hánt. Ez csak egy hánt, ez csak egy hánt. Hogy hány éves? Csillagos százalékon vagy gyerelme meghaltó. Szerintem most meg fogok halni. Hát biztos, mert 0%-on vagy. Ez most komoly, srácok. Részeg polec fel, itt sok kinket. Na. Búj el! Te bum! Azt előbontam, hogy van! Ide bújtam az ajtó mellé! Nagyon el vagy rejtve, Csilla, hogyha most hide and seek elnék, én nem találnálak meg. De Csilla, ne idegesíts, ne hagyd cserben! Búj el rendesen! De nyitva van az ajtó, te normális! Ja. Gyere már! Jó, másik irányba próbáltad! Istenem, a te viszont! Lehetséges. Paula, fotózz már le a holttestemet, biztosításért vagy valami. Mindjárt csak így áll egy nyugtatót, Csilla, gyere itt a pálinka. Mert én azt már megittam. Ja. Az utolsó korcsot is ki akarja szlopálni. Aj, nem bírom tudom. Na, megyek és úgy lefotózom, olyan insta kép lesz, Bence. Hol vagy? Kérdez csinálni egyszer egy olyan insta sztorit, hogy tényleg ott fekszünk a földön, mint hogyha ilyen faszmosan halálba. De várjál, még mindig 2%-on vagyok, most lehet, hogy eldobtam. Várj meg, az... amit töltődik. Egyszer, ez most nagyon jó ötlet, tényleg, egyszer csinálj már egy ilyen fotót, hogy hárman összegyűlnek, és akkor így az egyikünk belebágzik a falba. Nem, erről videó kell. A másikunk így kicsavarodott lábbal fekszik a... Az igazi faszmó a való életben. Jaja. Ilyen elhagyott helyekre elmegyünk. Jó, oké. Miért akarnak engem a chatbe leítatni? Miért csak én? Milyen chatbe? Mimik? Nem tudom, hogy lehet-e mimik, az... Hát, milyen chatbe, Csilla? Csilla? Igen. Milyen chatbe? Mi az, hogy milyen chatbe? Na várjál, mi valami, felveszek a Bencéről egy MF-et. Nem, nem azt veszem. Mit kell felvennem? Csilla! Csilla! Milyen chatbe? Te amúgy... Csak biztos, amit biztos meg szeretném kérdezni, hogy tudod, hogy streamelünk most? Tudom. Akkor... Te kérdezted a tenniszeket. És még kérdezni? Ez szinte szándékos volt. Jaj, de jó lett volna pedig. Direkt el akartuk határozni, hogy nem szólunk semmit majd, amikor bejön. Nem, majd megváljuk, igen. Kedvesek vagytok. Na, bocsánat. Na, hát akkor... Most akkor honnan tudjuk, hogy a DOS projektor... Ajajajaj! Ez egy tízes út, hogy... Tízes... Hú, ez már utána jön. Really? Lefotózod őt is, vagy inkább megyünk? Jaj, nagyon ronda! Mindjárt lefotózlak. Itt áll, és így epilepszés halama van. Úgy esett össze a kád mellett, mint egy nagyon durva Lithium Light-on, amikor csak... amikor már minden jön. Na de addig gondolkodjunk, hogy fagyos hő volt, szellemgöm volt, én bemegyek, lefotózom a jó asszonyt is. Találjuk meg, kéne jó Isten ez a szellem, mert nem hiszem el. Hát akkor lehet, hogy az írást azt még meg kéne nézni. Megnézem azt is, illetve... Ja, de kettő közül kell tippelni. Jó! Úristen, de megjesztettél, hogy kijöttél az ajtón. De hát honnan láttál, szellem vagyok. Én is, szóval... Ja. Istenem! De a képernyő kimélő van a gépen. Ja, good morning. Basszus, lekapcsolta itt a izé áramot is. Na jó van, nem vagy gyorsba megyek. Kisfiú, hagyja meg őr! Lefotózom a barátnőm, ma megyek! Nézd meg az írást, így. Az írást, meg gyorsan! Nem írt, viszlát! Nem hajlandó írni házi feladatot. Menj már, te jó anyád! Na végre. Jó. Akkor ezt is húzzuk ki. Nem írt? Nem. Mert akkor nem. Írni. Ez egy Jurka? Jurka. Szeretek a dot szólt. Én nem láttam. Én bejelöltem, és itt vagyok a... Vagy a Jurei az mit tud, ki tud? Dots projektor. Hát normális, nem is láttam én docot. Hát... Amúgy tényleg csak arra van a legnagyobb esély, mert docunk nagyon szar, és lehet, hogy egyszerűen nem látjuk rajta, amit látnunk kéne. Igen. Vagy nem értjük, hogy működik. Igen. Vagy... Jó, akkor legyen a Jurei, és akkor... akkor mehetünk. Most hát csak én megyek, ti meghaltatok, bye. Remélem Csilla is berakta. Elment most levesért. Elment levesért. Ja jó, oké, benn van minden.
Na, jurej! Az állambácsi megint elvette fizetésem felét. Hát... Nem baj. Miért, hogy meghalsz, és még el is veszi utána a fizikát. Amúgy nekem nem is kellett a pénz, nekem a szintek kellenek. Ja, amúgy az a menő. Kit érdekel, hogy csöves felvédnem, hogyha... Mi volt az a mikro? Szintlépés. Így jelzi a mikróval. Azt hittem, valaki játszik a mikróról. Na, most már 283 eurón van. Nézzük nekem mennyi. 1000! Ez az. Dolcsi. Mit csináljak? Reddit. Ugye nekem semmire nem kell. Ja, jó. De mindjárt kész a levesem. Mindjárt ready. Egy izébe kéne majd már menni lassan. Campwoodba is. Ja, tényleg mehetünk egy camp. Úgy hiányzik. Emlékszeltek az álmomra, amit mondtam nektek? Nem. Volt valami, hogy a campen álmodtál. Hogy arra álmodtam, hogy a Campwoodon fazmózunk, de ilyen élőbe volt. És ott imádnám. Ott játszottunk ilyen hülyeséget. Jaj, és hát csinálnánk videót arra. Nagyon vannak ötleteim. Majd elmondom. Ajaj. Kérdzettelek majd. Na, ezt nem mondom, hogy aztán majd legyen meglapja, hogyha valaki megné. Ben van mindenünk? Ja, hát az előző loot az jó lesz, nem? Aha. Akkor, Freddy. Szerintem igen. Álványból max lehetett volna még egy, tudom, hogy spúrva vagy álvány. Álványra nem költök. Nem hajlandó. Nekem majd veszünk egy Manfrottót. Amúgy szerintem már neked is kitelik egy álványra, már nem azért. Ja? Neked mindig többed van, már nem azért. Majd lehet, hogy majd Csilla eladja. Betesszük, ő eladja. Tényleg elad megint mindent. De kitakarjátok a Reddy gombot? Honnan tudjam, hogy ki Reddy és ki ne? Az egész képernyőm két hát. Csilla, de várjál, én nem elkészítem. Én nem is tudok venni, shop. Nekem nincs ilyen, hogy állvány. Shop. Biztos, hogy van. Nincs állványom. Még én sem vagyok azon a szinten, Bence, csak te tudsz állványt venni. Jó, veszek egy állványt, tessék. Alright, we here. Én is itt vagyok. Most a szenzor, megint gyertyát kell elfújjon, meg EMF felé érzékelni, ezek egész jó. Na, Billy Daddy. Kaptok valami érdekeset egyszer? Mármint szellemből vagy itemből? Itemből. Tessék, vidd amelyik, amiket szeretnél. Amit akarsz. Még sose elmefeztem. De akkor nem lesz spirit boxunk, valamelyikötök hozzon spirit boxot. Hozok még a spiritot. Akkor ez nem is egy elmegyógyintézet? Nem, reméljük. Ennek a házak hiányzik a teteje, vagy csak ennyire lapos a tető? Lapos tetős. Lapos tető. De rég voltunk itt. Jaj, kinyitottam egy ajtót. Hol rossz a krumpli? Bence, itt a krumpli. És most még ijesztőbben néz ki, mint eddig. Kapcsoltam közben hőmérőt, vagy mi... generátort. Jó. Kis krumpli. Jó van, a helyén van. És oh. Mindig nyög. Ó. Oh. Ó. Oh. Micsoda? Hát itt a krumpli konyhában. Hát a krumpli. De ez miért nyög? Hát fogd meg és... Hát ha eldobod, akkor nyög. Jó, szorgass meg egy kicsit ezt a krumplit te is. Nyögdítsel egy kicsit. Hol vagy? Jaj! El vagy veszve, Csilla? Hol vagy? Hát ja, egy helyen vagyok, megyek. Ha, mit látsz? Hanyas volt? 4. Micsoda 4? Ó, aha, és itt meg is fogott valamit. Hol? Vagy azt kell nézni, ahol a 4-es van. Igen, ameddig felmegy a mutató. Igen, ez 4-esig fel. Are you here? Gyerekek, olyan kártya húzogatás lesz. Vesz sign. Most. Megint? Aha, húzogatjuk a kártyákat. Are you here? Jajjaj, jobb volt. Valahol. Ez valószínűleg ez az első folyosó lesz. Nem megy ma, nem. Bence left the chat. Nem, ez a TH volt a végén. Ezt az évet ránéztem a chatre, és ott írtak, hogy EMF. És left. Bence ezért nem nézi a chatet, összezavarodik. Várj, Csilla, gyere ide! Itt szerintem volt új lenyomat. Fújt úgy már meg!
Gyere vissza, ne menj ki! Ide! Itt, új lenyomat! Hol? Ott. Én nem látom. Hátré. Hol menj. Látom? Itt is van, nézd, ezt. Na végre. Várjál, maradj úgy. Végre csinál dolgokat. De így a lámpát kitakarja, Csilla. Kapcsold le. Gyorsan, kéne nézni még itt elmefet is. Szerintem megvan. Lelökött egy másik képet is. Jó van, én ki... Itt kint. Kityúkozta. Mi? Kityúkozta. Gyorsan kityúkoztam onnan. Jó. Tyúk! Vagy én megnézem, hogy sikerült-e valamit kipipálnunk. Hozok be gyertyát, én akkor hőmérőt itt kidobom, jó? Valaki jó. Are you here? Ja, meg kamerát várjatok, nem, hát kamera kell. Give us a sign. A szobájában áll, nem? Igen, meg az EMF az hol van? Be van kapcsolva az EMF? Igen. Jó, okay. Nem, azóta egyáltalán nem megy föl. Are you here? Give us a sign. Give us a sign. Ez mi volt? How old are you? Ez még fontos megkérdezni? Hogy ne kerüljék börtönbe. Are you here? Mi van? Mi? Semmi. Miért nem ölhetsz kisgyerek szellemet? Nem is akartam megölni. Ó. Oh. Are you here? Szerintem hagyjuk ezt a beszélgetést. Are you friendly? Are you friendly? Semmi. Semmi. De nem lehet, hogy a Nancy szobájába próbáltad már? Nancy szoba miért? Még ott, nem még ott volt. Hát Nancy-nek hívják a baba ágy. Tényleg. Nem is nyíg a krumpli, hanem azt mondja, hogy... Ho. Ho. Give us a sign. Adj nekünk jelet? Erre én is pipa lennék, ha valaki magyarul beszélne hozzám. Are you here? Mi baj van a magyarral? Ez egy amerikai valaki, nem érti. Ja? Are you here? még hozzá nevettem egy kicsit. Are you here, you bitch? Gondolj bele, hogy ezeket mondom bele a Spirit Box-ra, tehát ezek jutnak el hozzá lehet, és akkor csak ezt hallja, hogy are you here? Hogy tényleg, are you here? És valaki bejön hozzá, és na jó. Ehhez elképzeltem a DiCaprio-nak azt a mémes fejét. Húszunk kártyát, nem tudom melyik az a mémes fejem. Ó, itt megfogott valamit. Tudom, amikor tartja a poharat. Hozzok még be mozgás. Nézd meg, Csilla, ezt értem meg, hogy elmegfelez itt hányos. Semmennyit nem mozdulom. Ott az már, biztos be van kapcsolva? Ott a két piros pötty rajta. Akkor jó. Akkor mit hallottam? Akkor én egyesik fölmegy kb. De pedig... azon kezdődik szerintem. Nézd meg itt is, hát itt is volt nyitás. Are you here? Egyesen nem. Show yourself. Ott szariklám. Egyszer szólt meg. Vagy szólalt meg. Egyesen van végig. És te voltál, Bence, vagy? Hőmérőt nem néztek esetleg? Hát volt egy jelenés. Nem, most kijöttem. Mert hogy lihellett volt. Jött és annyit mondott, hogy és azt hittem, hogy te voltál a mikrofonban. Nem. Várjál, szerintem felugrott ötösre. Mit? Csak egy másodpercre. De nem láttam pont, de mondom, egyszer kilibbent, és azóta egyesed el megint. De nagyon fellibbent. Hőmérő? Nem, senki? Nem, mindjárt mondom. Most hármasra megy föl itt. Mert ott lesz biztos, mert mindent, amit odaraktam, kipipált. Nincs minusz. Várjátok? Jó, ezt tegyük el úgy. Kellem gömb van a folyosón, na, ahol álltok. Ez a doc amúgy, hogy nem tudjuk megfejteni komolyan amúgy. Itt egy láb a mosdóban. Láb? Le is fotózom, fel is veszem. Na, király.
Na, szóval akkor ghostwriting és spiritbox az nem lehet már, hogyha UV és ghost orb volt, akkor az a kettő nem lehetett. EMF-öt, dots vagy freezing temperature kell még, hogy legyen. Lenshi, Hantu és Obake, addig megnézem őket, hogy mit tudnak. Ez még nem freezing. Hát az EMF-et azt tartsuk meg arra, hogyha semmilyen más izét nem találunk, akkor végül is lehet, hogy tényleg fölmentetős, de csak tényleg csak egy másodperc. És lehet, hogy csak 4-es volt. Akkor mit is mondod, spirit, akkor az nem lehet? Spirit box? Nem. Jó, és írás? Az sem. Jó. Akkor ezt a retek docot kell nagyon figyelni. Akkor hozok be még egy docot. Mondjuk az a baj, hogy ott van tényleg a mimik, aki pedig csinál még ghost orbokat. Akkor az bensi lesz, hogyha doc az megy. És a parabolikus mikrofonba belesikít az a gyengesége a bensinek. Akkor úgy megsikítatom. Akkor én is akkor. Ezért kérdeztem, hogy hány éves. Sikics. Sikics, like I'm your daddy. Na, de bejövök a hálószobába. Hopp, itt nyitott egyet. Nézzük csak itt ezt az ajtót meg. Jön utánam. Hányas? Egy. De mi? Akkor ezt az ajtót? Akkor valamit egyes így... alá! Itt. Baszki, valamit mondott. Úristen, ezt te is hallottad? Igen. Igen, ez nem, akkor ez nem belesigítés, hanem csak valamit mondott a... Ez csak szólt, aha. Lehet, hogy spiritboxoznunk kéne még? Ha a ghost orb nem volt, mert azért újra nyomatunk biztos, hogy volt. De amúgy én azt láttam a DOTS projektoron, de halljak meg, lehet izé hülyeség, hogy kicsit, mint hogyha megmozdult volna, amikor volt ez a sikítás vagy beszéd. De még mindig nem fejtettük meg, hogy működik. És ezen gondolkozom. Hát igen, az orb az egyértelműen kivehető, de a DOTS-on nem fut át. Most csak ez én vagyok volt bent, jó. Hú, nekem egy pálinka kéne. Ez egy sikítás volt. Biztos? Ilyet csinált? Aha, előbb. De jó, én ezt sose hallottam, ezt most meg akarom nézni. Nekem is sikítsen. Nézd meg, te is. Mik ezek a hangok? Jó, akkor bemenjek és megsikítatom, most tényleg. Itt a majdnem kijöttem, és itt elől sikított nekem. Csak azt, ugye, amikor be van kapcsolva, akkor hallod ezt a folyamatosan zúgást, tudod? Afelé kell irányítanod, és akkor idő után szól. Szóval valószínűleg akkor ez egy bensi lesz, hogyha jól hallottam a sikítást. És semmilyen tűt nem hallok. Hát, mint hogyha egy kis rádió szólna. Igen, mind. Igen, és ezt a tűt. Ilyet. Nem ezt? Nem, az amikor átmész a... Nem, azt az átmész, igen. Min? Oh. Mozgásérzékelőn. Aha, most is hallottam. Tényleg volt valami. Tényleg van valami kis hangja ennek a... És ez csak 25%-ra viszi fel a... De miért megy lejjebb a sanity-m? Itt állok a kamionban. Én már ittem egy felest. Hova tűnt a izém? Parabolikus. De nekem megy lejjebb, egyre lejjebb megy, aztán itt én pedig bent állok a izében, a kamionban, nem értem. Hű, picit megjelent előttem, de még nem sikító sem. Még egy kortyot kell innom, jó? Ez kort. Nem is kéne. Egykor ez. Én itt hallottam. De jó, még sose hallottam a bensőnek a sikítását, és meg akarom hallgatni most. Nézd, ha én így tartom a parabolikust, akkor hallom azt a kicsi dü-dü-dü-dü hangot, mint hogyha menne a... Lihellet. Ventilátor. Szerintem a ventilátort hallom. Igen, de hogyha... Hármas. Nekem... előbb is volt valami, nem hallottad? Nem. What? Én most messze vagyok tőled.
Hát ez nagyon parádés, amit itt leművelünk ezzel a... Igen. Ezzel a hangos valamivel. De jó neked, hogy hallhat te sikítást. Jön irigykedem. Nem adja. Megint beleszól, de csak ilyen boszéljen. Nem olyan sikítósan. De ez ilyen nagyon hosszas volt, mint hogyha valaki szenvedné. Azt a... Olyan fura volt. Szerintem amúgy ugye meghalunk. Igen, igen, most én is érzem, hogy most már szorul a hurok. Jaja, Csilla, 15%-on vagy. Én hogy lettem 70, mikor 20-szal mentem be? Igen, ja, még fel is töltenek az ilyen szituációk. Még feltöltött. Feltöltött. Ő az extrovertált, ha elmegy, akkor... Vagy ő az introvertált, akit azt költ, hogy ott van bent. Egyedül. Igen. Köszi, közben Eskré, neked is. Jó, na mi legyen, köszi. Tippeljünk? Hát, ez én egészen biztos, hogy Banshee. De miért? Sikítást hallottunk, és csak hát a Banshee. Én hallottam a sikítást, de hogyha esetleg nem az volt mégse, akkor kövezzetek meg nyugodtan, én arra tudok tippelni. Jó, menjünk. És akkor az doc is egyben, azt hiszem. Én élveztem ezt a elmefezést, majd néha még hadd csináljam én. Jó, jó. Jó. Veszünk egyet. Már megtehetjük, és lesz mind a kettő. Veszel nekem egyet, apu! Veszek, de csak mert ilyen szépen kérted. És tényleg Banshee volt! Yeah. Akkor jól hallottam a gyilkolászást. Nagyon sok pénzt kaptam! Ha, milyen egyszer! Baszki! Valamit vettem 900-ért. Mi? Mi? Nem tudom. Iszonyatosan sok pénzt szerintem... kaptam. Ez lehet, hogy egy császárzsömle, vagy nem tudom, egy kiló kenyér, vagy valamilyen brutál ára volt most. Jaj, de drágák vagytok, köszönöm szépen. Na, dicsérnek a chatben. Ó, meg X, Devil. X? Nekem van. Hány pénzem kiváltani. Van? Hol látom, hogy hány pénzem van? A shopban. Fél pénzem. $1590. Wow. Na, hát zárjuk ilyen sikeresen ezt az expedíciót, vagy még tolnátok még egyet? Valamelyik szinten. Én rátok bízom. Ez a te döntésed, Bence, te streamed, hogy kibújtunk arról. Akkor zárjuk, mert ennél jobb most körül nem lesz. Ez most egy maxos kör. Igen, volt. Amúgy szépen teljesítettünk. Taszkok, szellemek, szartucokkal, minden estőm. Na jó van, emberek, akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok mindenkik!